Bíbül Miklós, a 19. század legnagyobb magyar építésze. Igazi legenda. Az ő gondolatai, tervei alapján épült fel a Budapesti Operaház, de több száz általa tervezett épület is visszaköszön az utcákon. Az Andrássy úti Dalszínház a legszebb és egyik leghíresebb munkája. Remélhetőleg örökre az utókorra marad. Tiszteletére születésének 209. évfordulójára koncerttel készültek a művészek. Egy darab magyar állami operaház van, és ennek a háznak feladata, kötelessége az, hogy a magyar opera kultúrát szolgálja. Ezért különleges ez a ház. Megtiszteltetés erre a színpadra kimenni. Valahogy az van az építőművészetben, hogyha valakinek megadatik, hogy operaházat alkosson, akkor az már csak azért is a főműve szokott lenni, mert elég sok esetben el is nevezik róla. Így van ez Párizsban, de így van mondjuk Essenben is, és így van Budapesten is. Előszeretettel mondjuk azt, hogy Ybl Palota. A hangverseny előtt Ókovály Szilveszter főigazgató és az Ybl Egyesület képviselője. Szokás szerint emléktáblát koszorúzott az operaház oldalfalán. A koncert programja is az építész legendára fókuszál. Ilyenkor minden évben Ybl kortársainak műveit hallhatja a közönség. Brahms Ybl kortárs volt, és ez a két mű abban a korszakában született Brahmsnak, ráadásul, amikor ez a csodálatos valuta fölépült. Rendkívül széles skálán valótatja fel Brahms a karaktereket, a gyönyörű lírától egészen a vad, lázadó hangvételig. A zenekar a hangverseny első részére Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniájával készült Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényletével. Zeneileg elég nagy kihívás ezeket a darabokat játszani. A harmadik tételben a dallamot a csellók játsszák, amit a hegedűk egy sejtelmes zenei szövetet alakítva kísérnek. A közönség azt kaphatja, amit Brahmstól mindig, romantikus, gyönyörű dallamokat, szerelmet, drámát és jó értelemben patetikus érzéseket. A kötődése ennél még szorosabb a zongora versenynek, amelyet Magyarország mutattak be a szerző személyes közreműködésével és a Filharmonikus Társaság, azaz az Operaház zenekarával alakult szimfonikus zenekar közreműködésével. A zongora irodalom egyik csúcsa ez a darab, és megmondom őszintén, hogy nagyon sokáig valahogy nem is akartam eljátszani. Először úgy gondoltam, hogy ez nem az enyém, aztán végül is a végén pedig már úgy érzem, hogy Brahms nekem írt ezt a darabot. A koncert Brahms második B-dur zongora versenyével folytatódott. Balogh József zongora művész a világ egyik legexkluzívabb top kategóriás hangszerén játszott a közönségnek. Nagyon összetett frázisok, meg formálás, meg hát technikailag is egy rendkívül bonyolult mű. Az első tétel az hosszabb, mint bármelyik Liszt zongora verseny, és aztán még van három tétel. A második tétel az nekem egy szerelmi dalkeringő, ugye Brahmsnak ez egy nagyon fontos műfaja volt. A harmadik tétel, hát az egyik legszebb lassú tétel a zongora irodalomban, azt hiszem. És a negyedik az volt, ami először egy kicsit távol állt tőlem, most meg valahogy a koncerten azt éreztem, hogy talán ez sikerült a legjobban.
A díszhangverseny az opera hagyományává vált. Méltó megemlékezés ez az itáliai reneszánsz nagy rajongójáról, Ybl Miklósról. Akinek teljes körű felújításon átesett Andrássy úti palotája, most kívülbelül úgy ragyog, ahogy az 1884-es megnyitásakor is.